Mióta az eszemet tudom érdekel a természettudomány. megismerhető a természet? Megismerhető-e mindaz, amely körülvesz minket és irányítja az életünket közvetve vagy közvetlenül? Hollywood jóvoltából számtalanszor láttuk már például elpusztulni a Földet. Hirtelen jött meteorit becsapódás, vulkánkitörés, kilométer magas árhullám, vagy egy egyszerű szuperjégkorszak. Gyerekként és fiatal felnőttként is, ámulattal töltött el, amikor ezeket a filmeket néztem, és meg kell mondanom, feltettem magamnak azt a kérdést, valóságban megtörténhet-e, amit a filmvásznon látok? A környezet valóban képes ilyen radikálisan megváltozni egy természeti katasztrófa révén? Szakmai gyakornok kerültem kapcsolat először olyan klímamodellekkel, melyek a Föld egészét modellezve prognosztizálják az éghajlat jövőbeli változását. Munkám során Ezeknek a modelleknek a bizonytalansága is számszerűsítettem. Miből erednek bizonytalanságok? Egyrészt a klímamodellek matematikai összefüggéseiből, másrészt pedig az emberi tevékenységből, hiszen nem tudjuk, hogy a jövőben lesz-e például háború, lesz-e éhénység, vagy felfedezünk-e egy új energiaforrást. Az előbb említett két bizonytalanságon kívül azonban egy harmadik is jelentős szerephez jut, ami nem más, mint a belső bizonytalanság és ez pedig maga a káosz. Az időjárás és a természeti folyamatok is tendenciákat követnek. Az éghajlat, a légkör és így az egész földünket körülvevő légkör változásban van, mozgásban van. Ezek a változások, ezek a mozgások sok esetben alig észrevehetőek, ám esztétikailag annál megindítóbbak. Megfigyeltétek-e már, hogy hidegfront alkalmával az égszíne türkiszkék, míg melegfront esetén mély tengerkék. Azt mondtam, a belső bizonytalanság maga a káosz. De mi a káosz? Általános értelmezésben a káosz a rend hiánya. Ha valamire azt mondjuk kaotikus, arra gondolunk nehezen, vagy egyáltalán nem jelezhető előre a rendszer jövőbeli állapota. Amikor természettudományos szemszögből kezdtem el foglalkozni a káosszal és a káosz vizsgálatával, kerestem, hogy hol találkozhatunk a mindennapi életben a káosszal? Aztán rájöttem, hogy mindenhol. A káosz körülölel minket, de sok esetben nem veszünk róla tudomást. Ha szemléletetni szeretném, nem feltétlenül kell laboratóriumba látogatnunk, sőt, azt mondom, egyetlen egy csésze -e, is megfelel a feladatra. Képzeljünk el egy kellemes őszi reggelt, ahogy teázáshoz készülünk. Kiválasztjuk kedves, kedvenc csészénket, felforraljuk a vizet, beletesszük a teafiltert. Ekkor azt látjuk, hogy a tea színe szépen egyenletesen szétárad a vízben. A jelenség nem meglepő, hiszen egyszerű diffúzióról van szó. Ha közelebbről nézzük a jelenséget, tegyük fel mondjuk mikroszkópon keresztül, teljesen más látunk. A tea részecskék mozgása kaotikus. A legkülönfélébb görbék mentén mozognak. Ha lerajzolnánk az útvonalakat, amiket a mikroszkóp alatt látunk, Töredezett, szakadozott vonalakat látnánk. Ezek a töredezett, szakadozott vonalak pedig úgynevezett fraktálok. Fraktálokkal egészen biztos vagyok benne, hogy a teremben már mindenki találkozott, csak nem tud róla. Fraktál például egy karfiol, egy hópehely, a kontinensek partvonala. Fraktál a teának a mozgása is például, vagy egy páfrány levele. A fraktálok mindenhol megtalálhatóak a természetben. De mitől fraktál a fraktál? A kulcs az önhasonlóságban rejlik. Ha a fraktál egészét tekintjük, majd egy pici szeletét kinagyítjuk, a nagyított kép hasonló lesz a teljes egészhez. Nem mindegy tehát, hogy milyen skálán figyeljük a folyamatokat. Szabad szemmel a te áramlása kiszámíthatónak tűnt, míg mikroszkóp alatt nem lineárissá, teljesen kaotikussá vált a mozgás. Hogy megértsük, mi a különbség lineáris és nem lineáris mozgás, illetve jelenség között, képzeljünk el egy bicikliző gyereket. Ha az lenne a feladatunk, hogy írjuk le az egyenes útvonalon haladó biciklis útját az időben, nem lenne nehéz dolgunk. Komolyabb matematikai ismeretek nélkül akár szemmértékkel is meg tudnánk mondani, pár másodperc múlva a biciklis az út mely szakaszán fog járni. Most bonyolítsuk meg egy kicsit a helyzetet, és tegyük fel, hogy a biciklis első kerekében és hátsó kerekében is egyaránt egy hatalmas nyolcas van, bal kezében pedig jól megrakott szácsot próbál egyensúlyozni. Na most, ha ilyenkor kérnének minket a biciklis pályájának a leírására, hát biztos vagyok benne, hogy kevésbé mosolygósan állnánk a feladathoz, sőt valószínű, hogy a tollat és papírt is így magunk elé tennénk, és azt mondanánk, hogy vége. Ne adjuk fel a feladatot, hiszen készíthetünk például számítógépes modelleket. Ismerve a biciklis a hatóerőket, és a fellépő természeti állandókat, prognosztizálhatjuk azt, hogy az időben hogyan fog változni a biciklisnek az útvonala. Megbízható lesz-e a prognózis? Nos, a tapasztalatok azt mondják, hogy nem. Kis időskálán igen, de hogy próbálunk pontosabb prognózist adni, próbálunk előre haladni az időben, egyre inkább bizonytalanságokba ütközünk. Ezek a bizonytalanságok nem... nem tartalmazzák például azokat a hatásokat, amelyek erősítik vagy gyengítik a biciklisnek az útvonalát. Tegyük fel például, hogy a biciklis mellett focizó gyerekek labdája eltéved, egy szerencsétlen rúgás következtében, és eltalálja a biciklist, aki ennek következtében felborul. Dinamikai szempontból azt mondjuk, hogy ez egy pozitív visszacsatolás, ugyanis meggyorsítottuk a folyamatot, megerősítettük az imbolygást. Azonban, ha valaki a biciklis segítségére siet, és megfogja, egyensúlyban tartja, akkor negatív visszacsatolást követ el. Tehát érdekes, hogy amíg emberileg pozitívan cselekszünk, dinamikai szempontból negatívat teszünk. Egy kaotikus rendszer képes visszacsatolások révén radikálisan megváltozni. A kezdeti feltételek szerepe nem elhanyagolható. Edward Lorenz meteorológiai kutatásai szerint azt mondta, ha a Föld egyik féltekének egy pillangó megrebbenti a szárnyát, a tornádót idézhet elő a másik féltekén. Tehát radikális változásokra is fel kell készülnünk, és a kezdeti feltételek semmiképpen sem elhanyagolhatóak. Azonban minden modell, amit készítünk, legyen az meteorológiai, vagy legyen a biciklisra alkotott modellünk, úgynevezett véges modell. Hiszen nem tudunk minden, minden folyamatot, minden erőt figyelembe venni. A meteorológiai prognózisok, a meteorológiai modellek például azért véges modellek, mert képtelenség a Földön az összes pillangó száncsapását leprogramozni. Miért működik akkor mégis a meteorológia? Miért tudjuk megnézni, hogy jövő héten milyen idő várható? A kulcs ismét a skálákban rejlik. Amikor időjárási előrejelzést teszünk, akkor az csak egy kicsi, szűk régióra. Készítjük el. Például arra vagyunk kíváncsiak, hogy jövő héten fog-e havazni a mátrában. Ebben az esetben a mátrának, a hegyvidéknek a sajátosságait geológiai szempontból és ég, vagy hát időjárás befolyásoló szempontból vizsgáljuk. Erre készítünk szűkebb modelleket. Viszont, ha arra vagyunk kíváncsiak, hogy Európa mely területén vegyünk olyan földterületet, hogyha napozni szeretnénk nyáron és nem szeretnénk esős nyarakat tölteni, akkor nem időjárási előrejelzéseket kell böngésznünk, hanem az időjárási folyamatok átlagát, vagyis úgynevezett klímaprognosztikákat. Az időjárás és a klíma hasonlóan össze összekapcsolódik, hiszen a skálák itt sem elhanyagolhatóak. A kis területre vetített időjárás, amit jól tudunk prognosztizálni, ugyanazzal a modellel nagyban vizsgálva, nem feltétlenül ad kielégítő pontosságú megoldást. Az éghajlat reagál egy-egy természeti katasztrófára, illetve az emberi tevékenységre is. Természeti katasztrófáknál értem például a vulkánkitöréseket, vagy például a szén-dioxid kibocsátást, amit az ipari tevékenységből adunk a légkörnek. Azonban Bármilyen kilengést is idézünk elő ebben az éghajlati rendszerben, az egyensúly egy idő után újra visszaáll. Gondoljunk csak a 65 millió évvel ezelőtti meteorit becsapódásra, amely véget vetett a dinoszauruszok uralmának, ugyanakkor az emlősöknek egy teljesen új lehetőséget adott a továbbfejlődésre. Vizsgáljuk meg egy más szempontból a teás példát, és képzeljük el, hogy most nem egy részecskét szemlélünk ki a mikroszkóp alatt, hanem egy kisebb területet. Amikor a filtert behelyezzük a csészébe, azt látjuk, hogy a te a részecskék szétáramlanak a vízrészecskék között, tehát azt mondhatjuk, hogy a rendezetlenség növekedett. Ezt szakszerűen úgy nevezzük, hogy nőtt a rendszer entrópiája. Tehát azt is mondhatnánk, hogy ha nagyobb az entrópia a csészében, akkor teltebb ízű teát fogunk kapni. Tehát ha mondjuk megkérdezik legközelebb teázásnál tőlünk, hogy hogy kész van-e a te, akkor azt kell mondani, hogy megnézem az entrópia szintet. Ha elérte az entrópia maximumot, akkor tehát az íz fogyaszthatóvá válik. Azért a starbucks ne feltétlenül próbáljuk ezt ki. A Földre is igaz, amit az előbb elmondtam, nem csak egy csészete ára. A Föld entrópiája folyamatosan változik, egészen pontosan csökken. A Földön minden élő és élettelen rendszer kapcsolatban áll egymással dinamikai kapcsolatban, hatással vannak egymással. Az egyik megváltozik, az közvetlenül vagy közvetlen, közvetve vagy közvetlenül magával vonja más rendszerek megváltozását is. Játékelméleti szempontból vizsgálva azt mondhatjuk, ha egy rendszer megváltoztatja a stratégiáját, kényszeríti más rendszereket arra, hogy szintén stratégiát válasszon. Olyan ez, mintha a káosz és a rend, és így a játékelmélet szempontjából kialakít a stratégia, egy nagy egészt alkotna. Most vonatkoztassunk el az időjárástól és a klímamodelltől, és kicsit gondoljunk magunkra, mint emberekre. Minden döntés, amit a múltban meghoztunk, azok a döntések, amiket most hozunk, és amit a jövőben meg fogunk hozni, kapcsolatban áll más emberekkel és a természettel is. Tehát mi egyetlen egy döntéssel hatással vagyunk a teljes egészre, hiszen megrebenti a pillangó a szárnyát. A természetben a káosz és rend, mintha egy kommunikációs csatorna lenne. Váltakozva lépnek fel. Káoszból rend, rendből káosz alakul ki. Mintha a természetben lenne egy vezérlő algoritmus. Egy olyan természetes vezérlő algoritmus, ami mindenre kiterjed. Úgy gondolom, hogy ez az algoritmus pedig nem más, mint a káosz és rend dualitása. Köszönöm szépen.